ami hazánk elutasítja azt az uniós tervet, hogy a tagállamok között elosztanák a gazdasági bevándorlókat. Amelyik állam pedig ezt nem fogadja el, annak személyenként 20 000 eurót kellene fizetnie. A stúdióban Torockai László. Jó estét kívánok, elnök úr! A 20 000 euró, vagy önmagában a döntés maga az, ami felháborító az önök véleménye szerint? Hát önmagában elképesztő, hogy egyáltalán fölmerül az, hogy kötelezően szétosztani gazdasági bevándorlókat, az pedig, hogyha ezt egy tagállam visszautasítja, akkor fejenként 20 000 eurót kell fizetni. Hát a magyar adófizetők miből fognak fejenként, migránsonként 20 000 eurót fizetni? Tehát ez mindenféleképpen egy őrült terv, amiről ugye az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei Luxemburgban elvileg döntöttek, de én azért nagyon bízom benne, hogy a Magyarország tiltakozott ezzel, nem, hogy ezt azért még meg lehet akadályozni, hiszen ez tényleg egy meghívó, kinyitjuk az európai határokat, hagy jöjjön mindenki. Teljesen őrült elképzelés. Ennél nekem sokkal jobban tetszik a brit-ruandai kormányközi megállapodás, ami ugye arról szól, hogy az elfogott illegális migránsokat Ruandába szállítják, ez mindenképpen olcsóbb lenne. Európának is, meg magyaroknak. Már hogyha ők egyébként Ruandába szeretnének menni, mert azért az is egy kérdés, hogyha már itt elkapták, de nem ruandai, akkor miért kerülne Ruandába. De ez egy 2015 óta meglévő elképzelés, amit idáig a lengyel és a magyar kormány elsősorban, de néhány más tagállam is blokkolt. Mit változott? Mi történt most? Hát egyszerűen tartatatlan, tehát tényleg ez a helyzet tartatatlan. Én ott a határon, nagyon közel a kerítéshez élek, és látom, hogy tartatatlan állapotok vannak. Hozzá kell tennem, hogy amit a magyar kormány csinál, azért az egy színjáték a déli határon, hiszen azt a kerítést 2015-ben én nem azért, még akkor polgármesterként nem azért kértem a kormánytól, vagy követeltem a kormánytól, hogy egy ilyen színjátéknak legyen a része, hiszen ameddig nincs jogi védelem, ameddig arról szól a határőrzés, hogy most már a magyar rendőrök golyóálló mellényben, lövedékálló mellényben, védőfelszereléssel, a rendőrautók azok ilyen védőrácsokkal vannak felszerelve, ugyanis folyamatosan támadják őket ezek az úgynevezett migráns. De mivel támadják őket? Bevándorlók, hát elsősorban kőzáport zúdítanak a magyar rendőrökre, de hát gépkarabélyokkal lövöldöznek a szerb oldalon. Tehát mi folyamatosan halljuk, ugye Horgoson az utcán lövöldöztek, akkor egyszer a szerb rendőrség végre intézkedett, de hát áldatlan állapotok vannak. Tehát ez nyilvánvalóan fenntartatlan. Jó, de a magyar kormánynak kiváló kapcsolat a Szerbiával, tehát ezügyben pont lehet. Ezt kérdezem a kormánytól, hogy meg a szerb hatóságoktól, hogy hol vannak a szerb rendőrök. Tehát mi végignéztünk, készítettem a YouTube csatornámon, van egy videó erről, ha valaki ezt nem hiszi el, mert sokan nyilván nem hiszik el akár Budapesten, de ez tényleg így zajlik, hogy a szerb oldalról üvöltöznek ezek az embercsempészek, marokkói, afgán, pakisztánból érkezett embercsempészek, bűnözők vannak a szerbiai oldalon, és onnan fenyegetőznek a rendőröket is fenyegetik, minket is fenyegettek folyamatosan, ezt fölvettem kamerával, hogyha valaki nem hiszi el, és föl vannak fegyverezve, tehát egészen elképesztő állapotok vannak, és ez azért van, mert a jogi szabályozás ilyen. Ehhez asszisztál a magyar kormány is, mondom, teszem hozzá, minden kommunikáció ellenére, hiszen már most azt látom, hogy a rendőrök sem szívesen kockáztatják úgy az életüket, hogy az elfogott embercsempész bűnözőket ugye most szabadon engedik Magyarországon, a börtönök túlzsúfoltságára hivatkozva, akár 2600 külföldi embercsempészt is egyszerűen szabadon engedhet most a kormány. Most 808-at elengedett. Így van, már több százat szabadon engedett. Ezért kockáztassák a magyar rendőrök az életüket a határon? Hát nyilvánvalóan szerintem már neki is sincs kedvük. A migránsokról annyit, hogy azért akit elfognak, visszaviszik, tehát a magyar adófizetők pénzén visszaviszik a szerbiai oldalra, 3 óra múlva újra látjuk ugyanezeket a migránsokat, addig jönnek, amíg egyszer be nem jutnak az Európai Unióba, így nem csoda, hogy ennyi migráns van. Ráadásul ez egy jogi kérdés. Tegyük hozzá, hogy ahányszor jön, annyiszor meg is számoljuk őket, tehát amikor azt hallják a kedves nézők, hogy 314, az lehet, hogy csak 106. Persze, ettől függetlenül óriási számban jönnek, nem Magyarországra, mert Magyarországot ezek az illegális migránsok, akik ott nálunk a déli határon átjönnek, elkerülik, illetve tovább akarnak menni, át akarnak haladni Magyarországon. Erre szoktam azt mondani, hogy a kormány sajnos ilyen jogi környezet következtében nem a kerítéssel. A kerítés az jó, annak ott kell lennie, csak megfelelő jogi szabályzás kell mellé. Azt a kerítés sajátjának tudja? Tehát mondta az előbb, hogy azt kérte, követelte a saját kerítése. Nagyon büszke vagyok rá, nagyon büszke vagyok erre a kerítésre, de nem sajátomnak. Tehát nyilván nem én egyedül vetettem fel a kerítést a világon. Jó. De a azt másik, tegyük hozzá, másik hogy... amin én meg akartam állni, bocsánat, a 808 szabadon engedett embercsempész, akiknek egy része lehet, hogy ott van, már lehet, hogy nem is lesz soha a határon legközelebb, mert hogy egyszer megvolt, köszönjük szépen, soha többé, de semmit nem tudunk róluk. Erről mit gondol?
Hát én azt gondolom, hogy egy bűnszervezet szervezi a migrációt, sajnos kormányzat és Európai Uniós felhatalmazással szervezik. De miért? Hát ebben mi a jó? Abban mi a jó a magyar kormánynak, hogy elengedte azokat, akik ellen elvben küzd? Megmondom. Hát ezzel tudja fenntartani a hatalmát. Hát most már több választást a migráció elleni küzdelemmel többek között azzal nyeri meg, miközben még egyszer mondom, minden migráns végül is bejut Magyarországra, de tovább megy, mert a kormány nem sajnos ilyen jogi környezetben nem a kerítéssel védi az országot, Magyarországot, hanem az alacsony bérekkel, minden az alacsony fizetésekkel. Bejut, mindenki. Mondja. Én ezt kimerem jelenteni. Mindenki végül bejut. Tehát olyan nincs, hát akkor Szerbia már tele lenne. Tehát olyan nincs, hogy valaki Szerbiában reked, vagy visszamegy Afganisztánba. Ilyet én még nem hallottam. Végül mindenki bejut, és ez tényleg nagy szám. Nyilván az Európai Unió erre akar azzal reagálni, hogy rá akarja a tagállamokat kényszeríteni arra, hogy mindenki fogadjon be ilyen gazdasági bevándorlókat, vagy ha nem, akkor 20 ezer eurót fejenként fizessen. Hát ez egy szolidaritás, a segítség jegyében. Hát ez azonnali államcsőd. Tehát, hogy az ne legyen, hogy a svédek, a németek, a franciák, mindenki fogadjon be, a többi meg azt, de védjük meg, tehát védjük meg az európai határokat, és még egyszer mondom, lehet, hogy meghökkentő, de a brit kormány, a ruandai kormánnyal már kötött egy ilyen megállapodást, én ennek mintájára javaslom azt, hogy Európának Afrikával, vagy akár Dél-Ázsiával kell olyan megállapodásokat kötnie, aminek értelmében vissza lehet toloncolni azokat, akik nyilvánvalóan nem menekültek. Tehát gazdasági migráció az nem lehet emberi jog. Hát nekünk is vannak emberi jogaink, akik itt élünk, adófizetők vagyunk, itt születtek, az őseink is itt élt, nekünk is vannak ilyen jogaink. Ami szerintem ebben az ügyben nagyon súlyos, az egyrészt az, hogy az Európai Unióban, ez nagyon régóta téma, ön is mondta, 2015-től a téma, ezt eddig is tudtuk, ez egy félelmetes dolog az Unióban. Hál' Istennek nagyon sok olyan hozzánk hasonló párt van, új párt van most már Európában, akik reményeim szerint a jövő évi európai parlamenti választások után egy új koalíciót, egy új, tulajdonképpen egy új frakciót tudunk majd létrehozni, egy olyan európai szövetséget, amely szembe megy ezzel az őrült áramlattal. De emellett van azért számunkra, magyar állampolgárok számára talán ez a legfontosabb, hogy van ennek egy magyar része az, hogy a magyar kormány fenntartja a hatalmát azzal, hogy el tudja mondani a köztelevízióban, vagy a kormány közeli televízióban, meg tudja azt mutatni, hogy ő milyen jól védi a határt, mert mennyi migránst elfog. Valójában ugyanazok a migránsok átjönnek, aztán végül eljutnak ugye Nyugat-Európában. Ez egy trükk, ez egy kormányzati trükk, és eközben holnap az országgyűlésben egy olyan törvényt fog elfogadni az országgyűlés, azt gondolom kormányzati többséggel, mi nyilván nem fogjuk ezt megszavazni, hogy kinyitja a határokat az úgynevezett legális migránsok előtt Magyarországra, tehát olcsó vendégmunkások százezrei jöhetnek mostantól Magyarországra novembertől. Az akkumulátorgyárak, így van, pontosan erről szól az akkumulátorgyár koncepció. Na ez az igazi lakosságcsere, ugyanis ezek a gazdasági migránsok, ezek már kifejezetten Magyarországra fognak jönni, szervezetten, de nem a déli határon keresztül, hanem majd repülőgéppel a repülőtéren keresztül fognak akár Bangladesből, Indiából jönni. Na ez az óriás veszély a magyarokra nézve, mi ezért küzdünk ezzel ellen, és a kormányzati gazdaságpolitikát kell megváltoztatni, mert a globális nagyvállalatok, vagy akár az akkumulátorgyár nagyhatalom koncepció, az pontosan ezt a fajta olcsó külföldi munkaerőt támogatja, ami letöri a magyar fizetéseket. Ebben gondolkozik a GDP növelése, vagy GDP megtartása érdekében. Erről még fogunk beszélni, szerintem sokat, mert ez a törvény, ez még majd valamikor ősztől a kutakról is holnap szavazunk, holnap lesz végre a kút amnesztiáról egy törvény. Azt viszont átvitték, azt átnyomták, hogy ezek szerint... Kiharcoltuk a kutamnesztiát, többször beszélgettünk így már van. Önnel is erről, és azt gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy tegnap azt hiszem, hogy a Mi Hazánk mozgalom történetében először egyéni győzelmet arattunk Békésvárosában, 52%-ot kapott a Mi Hazánk jelöltje, 10%-ot rávert a fideszes második helyzetre. Azt gondolom, hogy mutatja, hogy az emberek megértik azt, hogy a mi gazdaságpolitikai javaslatunk a magyarokat védi, a kormányzaté pedig a globális nagyvállalatokat. A Mi Hazánk elnöke Toroszkai László volt a vendég. Köszönöm szépen!